Idén sem maradhat el az ünnepi fények kivilágítása szerencsén, ami november 19-én vasárnaptól megtekinthető a 37. -e számú főút melletti rendezvénytéren. Angyalok, szarvasok, ünnepi sátrak és számos más díszes elem várja ezúttal is az idejelkezőket. Az attrakció évről évre a városba vonzó a turistákat, akik örömmel érkeznek, hogy láthassák a folyamatosan újuló és szépülő koncepciókat. A város és a térség lakói ez alkalommal is nagy izgalommal gyűltek össze a központi területen elhelyezett dekorációnál, hogy szemtanúi lehessenek a fények felkapcsolásának. Örömmel járták végig a fényáradatban úszó területet, ahol elkápláztatta őket azok kidolgozott szépsége. Kratovics István, a szerencsi Kisgép és fénycentrum tulajdonosa minden évben nagy gonddal készül a helyszín kidekorálására, amit ő készít el és szervezi meg annak bemutatását. A rendezvény ingyenesen látogatható, becsületkasszával működik, amiből a bejelkező adományokat az áramfejlesztő működéséhez szükséges gázolajvásárlására és a rászoruló szerencsi emberek támogatására fordítják. A tervezett tartás szerint a héten vasárnapi 16 és 20 óra között látogatható a helyszín, a továbbiabban pedig ugyanebben az idősában, november 30-a és december 10-e, december 14-e és 17-e, 21-e és 30-a, -e, valamint január 3-a és 7-e között lehet megtekinteni a látványosságot. Az érdeklődők ezen a téren találkozhatnak december 6-án Jólupukival a Fény Mikulással, aki 15 óra 40 és 16 óra 40 között tartózkodik majd a fényekkel kivilágított helyszínen.